Sziasztok, üdvözöllek titeket! A mai videóban egy elektronikai témával fogok foglalkozni. Nem retro számítógép és nem is 3D nyomtató témában. Nem lesz egy túl hosszú videó, de úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez is egy picit érdekes lesz, hiszen a manapság egyre több ilyen eszközzel találkozunk, és egy ilyen eszköznek a javítását fogom megpróbálni most végrehajtani. Milyen eszközről beszélek most per pillanat? Ez nem más lesz, mint egy okos óra. Egy okos órának a javítását fogom végezni. Ugye erről lenne szó, ugye ez az óra most már ki van berhelve, tehát ez most már ki van belezve ez az óra, nincsen benne semmi. Ez egyébként egy Lemöt Pro óra. Nem ez a 4-5000 forintos kategória, hanem ez az óra annak idején egy ilyen 30-35000 forintos árkategóriában volt megtalálható. Ha jól emlékszem, 2 GB memóriája van, 32 GB, ha jól emlékszem, a tárhelye, vagy 64, ezt nem tudom pontosan, de memóriakártyát azt hiszem, hogy lehet beletenni, vagy lehet, hogy nem. Nem, memóriakártyát nem lehet beletenni, SIM-kártyát azt lehet, és ezen egy rendes Android fut, tehát nem ez a nagyon butított Android változat. GSM van benne, tehát Wi-Fi, Bluetooth, stb. Tehát minden benne tulajdonképpen egy okos telefonnak elmondható kis óra. Egész jó a fölbontása magának a kijelzőnek is. És mit fogunk benne javítani? Hát az órát most egy picit ide félre teszem. Ugye, ha megnézzük itt az elektronikai alkatrészeket, akkor ugye ő itt a belseje, ugye hátlap, van itt egy panel, ugye ez a hátsó fal, ugye itt van maga az alaplapja, ugye meg lehet nézni magát az alaplapot, ugye így néz ki az okos órának az alaplapja, ugye itt van a SIM-kártyának a foglalata, ugye itt a hátulján itt van maga tulajdonképpen a memória IC, meg a processzor alatta, ugye ő maga az alaplap, és ugye a főbűnös az pedig ő lenne. Ugye ez nem más, mint az akkumulátora. Hát ugye lehet látni szerintem a kamerán keresztül is, hogy ugye elég jó föl van pukkadva maga ez az akkumulátor. Tehát elég jó meg van pukkadva. Na most ugye a hiba jelenség nagyon egyszerű volt. Ugye én ez az én saját órám, használtam az órát, aztán egy pár napig nem kellett használni, ugye van egy dokkolója, rajta volt a dokkolóján, és ugye én nem mindig úgy tudom levenni, hogy föl van töltve teljesen az akkumulátor, egyébként ez egy lítium polimer akkumulátor, és hát fölvettem, elmentem dolgozni, és nem működik az órát, azt hiszem ki van kapcsolva, de hát nem kapcsolt be az óra, majd hazajöttem, újra ráraktam a töltőre, hogy most nem érintkezett, vagy valami ilyesmi gond lehetett volna vele, ott hagytam rajta a töltőn, mert semmilyen életjelet nem mutatott. Egy 15-20 perc múlva maga az óra eléggé fel volt forrósodva, mert itt gondoltam, hogy itt már ezzel lesz valószínűleg probléma. Úgyhogy szétszedtem az órát, hál' Istennek nagyon-nagyon még nem pukkadt föl, tehát nem nagyon nyomta meg a kijelzőt, remélhetőleg meg az alaplapot, életjelet nem mutatott. Na jött a következő történet, honnan vegyünk ilyen akkumulátort? Ugye mindenki mondaná, hogy természetesen ugye a másonnan, Kínából, nem olyan egyszerű a dolog, órákat keresgéltem magán az interneten, mire találtam hozzávaló akkumulátort, ugyanis ez a kör alakú akkumulátor, hogy ilyen méretben, ugye van ezen egy szám, ez egy GPR 443535, ez tulajdonképpen nem más ez a szám, mint a 40 az azt jelenti, hogy 4 mm vastag, a 3535 pedig, hogy 35x35 mm-es négyzetbe fér bele maga az akkumulátor, és ilyen kör alakú. Nagyon-nagyon sokat keresgettem, és nem nagyon találtam ilyen akkumulátort, de aztán sikerült egyet végül is találni, elfogadható áron, mindenütt nagyker áron szeretnék az akkumulátort adni, és rendkívül drágán, tehát nagyon-nagyon drágán, és nagy mennyiségbe kellene vásárolni, nem nagyker áron, hanem ugye nagy mennyiségbe kellene, tehát ilyen ajánlatokat kaptam, hogy vegyem 300 dollár érő, küldenek nekem 100 darabot, na de hát mit csináljak vele? De aztán végül is majd a linket berakom, hogy hol sikerült ezt az akkumulátort megvenni. Nem tudom magának az akkumulátornak a minősége, hogy milyen lesz, fogalmam sincs, remélem, hogy fogja tudni azt, amit eddig tudott maga az óra, tehát egy napot bírjon ki, és akkor ha töltöm, akkor rendben lesz. Nézzük meg ezt az akkumulátort, ami érkezett hozzá. Ugye egy ilyen pici kis tasakba jött, ugye ez valami liter energy van ráírva, battery, és hát elméletileg, ha ez minden igaz, akkor ez egy lítium polimer akkumulátor, ugye ezt a nylon szokásos módon szét tudom tépni, és kivesszük az akkumulátort belőle, és megnézzük, hogy milyen maga az akkumulátor. Ugye az aksi, az ránézés egy picit véknyabb,
nak tűnik, mint a másik. Nem tudom, mennyire lehet lesz látni. Ugye picit talán vétnyabb. Egyébként típusra ugyanaz a 44-35-35-7, ugye ez 44-es, tehát ez 4,4 mm, ő 40-es, 40x35x35-ös, ami jött bele, de elmileg mind a kettő 450 mAh mind a két akkumulátor, és a vezetékelés is elméletileg egyezik az én készülékeméhez való csatlakozóval rendelkezik, tehát kifejezetten őhozzá vásároltam. És akkor tulajdonképpen most nem más fogok elkövetni, mint megpróbálom ezt összeszerelni, ezt a telefont, ezt az órát, és majd meglátjuk, hogy működik-e. Na ugye mivel is kezdünk, hát ugye maga itt van az óra, ugye a szíjat nem vettem le róla, mert eléggé problémásnak tűnt maga a színnek a leszerelés, egy kicsit így rossz szerelni, de nem akartam jobban szétbontani magát az órát, az az igazság. Ugye nem tudom, hogy egy picit olyan... Ja, nagyon nehéz benyúlni oda a tüskékhez, és elmondom őszintén, egy picit olyan hajlósnak is tűnik, és félek attól, hogy nem fogom tudni teljesen jó visszarakni. Na most ugye, maga ez az akkumulátorban, itt benne van ugye az elektronika is, a vezérlő elektronika is, és ugye már mindjárt megpróbáljuk ezt valahogy úgy belerakni, ahogy ez eredetileg volt. Ugye meg kell néznem maga, hogy is nézett ki ez az elektronika. Ugye itt van benne, majd kell lesz majd nekem forrasztani is egy-két helyen. Ugye itt van egy vezeték, ott kell nekem forrasztani, vagy így ott, így van, azt mondja, hogy egy csatlakozó, kettő csatlakozó, és akkor azt kell nézni, hogy hol kell nekem forrasztani. Ugye van benne sajnos olyan vezeték, amit forrasztanom is kell, tehát itt van a csatlakozónak a helye, ez így van, ez valahogy így van benne, és akkor ott van egy forrasztás, itt van egy másik forrasztás, igen, és ez így fog nekem belemenni ebbe a dologba. Sőt, itt még egy harmadik forrasztás is van, tehát van benne egy-két forrasztani való. Ugye ezt félre rakom, mert nem ide való. Most már, és akkor belerakjuk ezt az akkumulátort. Ugye ez zaksi, elméletileg ide bele kellene, hogy illeszkedjen. Hozok egy csipeszt. És ugye ennek ide bele kellene illeszkedni. Kicsit ránagyítok, hát ha jobban lehet lesz látni a dolgot. Nagyon vigyázunk, mert különböző fóliák vannak, meg vezetékek. Remélem, hogy bele fog illeszkedni az akkumulátor, mert elméletileg belevaló. Elég passzosnak tűnik a dolog. Itt valami fog. Na még egyszer. Megpróbálom fordítva tenni az akkumulátort, mert a maga az aksinak ez a széle fölgyűrődik. Megpróbálom így fordítva tenni, hát ha elméletileg mindegy, hogy milyen pozícióba áll. Igen, így belemegy. Nagyon szép. Tehát látszik, bele sikerült tenni magát az akkumulátort. Ugye ez a fólia rendben van. Ez a kábel is. Itt van két vezeték. Nagyon szuper. Ugye van ez az alsó csatlakozó. Ezt elméletileg ide nekem le kell csak nyomni. De azt nem tudom, hogy itt van-e fölött, igen, az a rezgőmotor. Ugye van benne egy picike kis hangszóró, de ez ugye ez a csörgő hangszórója, vagy ez a kihangosításnak a hangszórója. Ugye itt van alul, majd őt is mindjárt bele kell rakni. Ugye itt most még csavar nincsen. Ezt a fóliát ide rányomom. Így. És ugye elméletileg az úgy van, hogy ezt a hangszórót pedig, ha jól emlékszem, igen, a panel alá kell beraknom, és ugye meg kell néznem, hogy ugye a panel alatt ez hogyan van megcsinálva, ez a hangszórónak a hely. Azt hiszem, hogy igen.
Tehát bele kell csavaroznom magát a hangszórót is ebbe. Csinálok magamnak ide egy kis fényt. Meg kell keresnem a csavarokat. Itt van négy darab olyan csavar. Jó, ezt kell keresnem csavarhúzót. Ide a legkisebb csillagcsavarhúzóra lesz szükségem. Nem látom, hogy ő az. Van ettől kisebb csavarhúzóm is, de ő nagyon jól megteszi. Ő neki pont illeszkedik bele a vége. És ilyenkor azt tudom javasolni, hogy nagyon figyeljünk oda, hogy a csavarhúzó tényleg illeszkedjen bele a csavarba, mert tönkretesszük a fejét a csavarnak, akkor nagyon nagy gondba lehetünk. És ugye nem kell agyon húzni a csavarokat, tehát nagyon sokszor találkozom, hogy megpróbálják megtépni úgy ezeket a csavarokat. Nem szabad meghúzni nagyon, csak úgy éppen érzéssel, nagyon pici csavarokról beszélünk. Tehát nem szabad ezeket állatmódjára meghúzni. Így van, és akkor most jön az, hogy megpróbáljuk belerakni magát az elektronikát. Ugye az elektronikának a SIM-kártyának ugye fölül kell lenni, ha más nem vezet minket, akkor azt ugye látjuk, hogy a SIM-kártya ugye fölül van, hát hiszen ha a SIM-kártyát szeretnénk betenni, ugye ebbe úgy kell berakni, hogy le kell venni a hátulját a telefonkészüléknek, illetve magának ennek az okos órának. Hát telefon mondok mindig, de tulajdonképpen ez egy telefon, tehát ez nem más. Ugye a kábelekre mindig nagyon vigyázunk, hogy ne gyűrődjön sehol alá. Ugye ez a távkábel, ez itt kijön. Ugye itt van még felülkábel, itt is van még két kábel. Így van, és akkor tulajdonképpen ez így vissza is illeszkedett a helyére. Úgy látom. A távkábelünk egy picit hosszú, de ez minket ne zavarjon. Ezt majd itt hátul valahogy elrejtjük. Esetleg azon gondolkozom, hogy nem tudom-e berakni alá. Na, még ezt megnézzük. Vissza kiebb emelem, hogy nem tudom-e esetleg itt az akkumulátor alá behajtani a kábelt. Egy picit hosszabb a kábel, amit adtak hozzá. De úgy látom, hogy az akkumulátor mellett be lehet hajtani. Mert az alaplap alatt úgy látom, jobban el tud férni, mint felette. Így. És akkor megpróbáljuk megint ezt az elektronikát ide bele tenni. Nagyon jó. Amilyen szerelésnél nagyon vigyázni kell, hogy ugye az akkumulátort azt ne tegyük még ilyenkor rá, tehát meg lehet nézni, hogy oda fog-e érni a kábel, de az akkumulátort az a legutolsó legyen, amikor minden vissza van kötve, akkor tesszük rá, hiszen az akkumulátorban most már van, ha minden jól megy, ugye energia, és ugye az nem biztos, hogy jót tenne magának a készüléknek, hogyha én most ráraknám, és utána valamit véletlenül rövidre zárok, tehát erre figyeljünk oda. Ugye ráraktam itt ezt a fóliát, rácsatlakoztatom itt a másik fóliakábelt, ezekre óvatosan kell ezeket benyomni a helyére, és tulajdonképpen magát a készüléket, ugye itt van egy szigetelés, erre figyeljünk oda, ezt a szigetelést ki kell húznom, mert kicsit gyűrődik. Így.
Jó, és akkor most jöhet az, hogy visszacsavarozom magát a készüléknek az alját is. Hát ezt is kettő darab csavar fogja. Ugye itt lehet látni a két darab csavart. Próbálom mutatni, hát ha lehet lesz látni jobban a kamerán. Ugye itt van az egyik csavar, illetve itt van átellenben a másik csavar. Becsavarozom a csavarokat. Nem húzom agyon, tehát tényleg csak finoman húzom meg a csavarokat. Jó. És tulajdonképpen benne vannak a dolgok. Ugye most még van nekem itt csatlakozóban, ugye van itt ez a coax csatlakozó, ugye jön ő, amit vissza kell raknom a helyére. Ő visszapattant, van ez a másik csatlakozó. Ugye ezekre is figyeljünk oda, ezeket nagyon könnyen el lehet rontani, ezeket a coax csatlakozókat. Tehát tényleg óvatosan csatlakoztassuk őket vissza. És próbáljunk nagyon pontosan lenni, tehát nagyon központosan próbáljuk rádugni a készüléknek a csatlakozójára, mert nagyon könnyen el lehet rontani. Jó. Rápattant. Szuper. És akkor most tulajdonképpen, most egy forrasztásos dolog jön, ugye itt van nekem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ugye ez a mikrofon, ez valamilyen, nem tudom milyen jel, itt majd mindjárt meg fogom nézni, plusz-minusszal jelölve van, ott is plusz-minusszal jelölve van, illetve itt is plusz-minusszal. Hát ugye nagyon egyszerűen általában ugye a piros vezetékek mindig a pozitív kivezetés, tehát ugye azt kell figyelni elsősorban. Bekapcsolom a forrasztópákámat, csak kicserélem, ugye a hegyesebb végű pákámra van szükség. Ugye nagyon pici a forrasztási pont, és emiatt arra van nekem szükségem. Na és itt vagyok, lassan felmelegedik a pákám. Átdugtam az előbb, aztán pont rosszat dugtam bele. Ugye az egyik pákámnak nagyobb a vége, mint a másiknak. És akkor nézzük meg a pákacsúcsnak a tisztítását, hogy mivel lehet nagyon jól letisztítani a pákacsúcsot. Ez egy kis ilyen trükk. Ugye, mint mondtam, van ez a szalmiák kő. Ugye ez kifejezetten erre való, hát látjátok is, rengeteg ilyen pákanyom van benne. És akkor mindjárt megmutatom rá, nagy közelítek a kamerával. És akkor meg fogjuk látni, hogy hogyan is néz ki ez a dolog. Ugye itt van maga a pálka csúcs, hát látszik, hogy eléggé, hogy úgy mondjam, oxidos. Nézzük meg, hogyha most én ónt akarok erre rárakni, akkor mi történik. Ugye ez a pálka most 280 fokon van, ugye, és látjuk, hogy ragad rá, de ugye lepereg az ón róla, látszik? Remélem lehet látni a videóban. Na most nézzük meg, hogy én a szalmiák kőbe ide rakom a pálkát. Ugye itt van a pálka csúcs. Próbálom úgy csinálni, hogy középen legyen, és rányomom a szalmiák kőre, teszek hozzá egy kis ónt, és elkezdem a szalmiák kövön forgatni a pákát. Kicsit meg is lehet mozgatni. És nézzük meg, hogy milyen lett a páka csúcs. Remélem lehet látni a dolgot a videóban. Tehát gyönyörű szépen letisztította magát a pákát, és az innentől kezdve már az ón, remélem lehet látni, nagyon szépen folyik rá. Tehát a szalmiák kőnek ez a szerepe, hogy nagyon jól le tudjuk a pákát csúcsot tisztítani vele. Tehát nagyon-nagyon szép tisztára le lehet húzni magát a páka csúcsot. Ugye ez csak egy ilyen ötletként próbálom nektek megmutatni, hogy ugye mivel lehet pákát nagyon jól tisztítani. Ugye ez az összes ilyen bevonatos páka csúcsra, meg a részpáka csúcsokra is nagyon jól működik ez a szalmiák kő. Pontosan nem tudom, hogy mit csinál vele, de magát az oxid réteget, a szennyeződést nagyon-nagyon jól letisztítja, és nagyon jól tapad a fém utána magán a páka csúcson, és gyönyörűen újraónozza a pákát. Tehát egy bizonyos idő után ugye maga az ón is egy ilyen oxidos, elfeketedett réteget képez, ezt nagyon jól lehet húzni, fillérekkel lehet kapni, és gyakorlatilag szinte sose fogy el ez a szalmiák kő. Gondolom, úgy gondoltam, hogy ezt azért megmutatom nektek, hogy milyen jó. És akkor most én pedig visszaforrasztom ezeket a vezetékeket. Nem tudom, mennyire lehet lesz látni, ugye mikroszkóp alatt fogom végezni ezt a dolgot. Tehát a mikroszkópomat be fogom állítani, és most itt ne haragudjatok, de nem a digitális mikroszkópot fogom használni, mert az az igazság, hogy az alatt nem lehet normálisan dolgozni. Amikre szükségem lehet nekem, nagyon-nagyon vékony ón,
nagyon vékony ón. Ugye például ő eléggé vékony, hogyha szükségem van valamilyen óra, csipesz, illetve maga a pákám. És akkor kezdem a forrasztást, ugye beállítom magát a mikroszkópot. Így. És akkor tulajdonképpen kék vezeték. Piros vezeték. Ez a kettő már rajta van. Átjövök a másik kettőre. Itt nagyon vigyázni kell, nagy a páka csúccsal valamit összeégessünk. Hát arra nagyon-nagyon vigyázni kell. Plusz-minusz. És kész is vagyok. Megmutatom nektek a dolgot. Tulajdonképpen, ugye, hát remélem lehet látni, ugye visszaforrasztottam a vezetékeket. Tulajdonképpen innentől kezdve minden a helyén van. Van még egy fém takaró, ezt a fém takarólapot most még rápatintom a helyére. Ugye őről van szó, egy ilyen árnyékoló lap. Mindjárt megkeresem a helyét, pontosan nem is tudom, hogy hol volt. Azt hiszem, hogy ez így van itt rajta, ezen. No, ami még itt érdekes lehet, azt én most figyeltem föl, hogy itt maga a forrasztási pontoknál én teszek rá egy pici Kepton szallag csík darabokat a forrasztásokra, mert ez az alumínium árnyékoló lemez, ugye szimplán fémből van, és ugye a forrasztásoknál, ugye a forrasztásokból állhat ki egy picike kis csúcs, vagy valamilyen bármilyen olyan kiszögellés, én nem szeretnék rövid zárat készíteni a órába. Ezért ezeket a forrasztásokat pici Kepton szallaggal én lezárom. Biztos, ami biztosra megyek, ez szigetelést fog nyújtani. Ugye ezzel lezárom ezt a dolgokat. Oda tettünk egy pici darabot. Az igazság, hogyha mondanám, hogy mást is lehet tenni, de ugye az óra is melegszik belül, ezért nem nagyon szabad ide más anyagot tenni, mint a Kepton. Így. Ott is, és még emide is teszek egy picit. Ez gyárilag nem volt benne az órában, tehát nem volt ilyen szigetelés itt, de én nem szeretném, hogy gond legyen a forrasztással. Így, és akkor most teszem rá ezt a árnyékoló lemezt. Így. És így néz ki. Most egyetlen egy csatlakozót látunk itt, amit mozog, ugye ez maga a tárcsatlakozó, és ugye most a tárcsatlakozót fogom becsatlakoztatni, és akkor megnézzük, hogy maga az óra egyébként ezek után bekapcsol-e. Nem tudom, hogy van az akkumulátorban annyi töltés, hát remélem, hogy van, meglátjuk, hogy bekapcsol az óra ezek után. Most fogom és rácsatlakoztatom magát a csatlakozót. Azt még megnézem a csatlakozón, mindjárt ránézek mikroszkóppal, hogy a piros a pozitív, a fekete pedig a negatív pólusra csatlakozik-e. Nincs-e véletlenül gyárilag rosszul szerelve a csatlakozó. Biztos, ami biztos, megnézzük, hogy ez a pozitív, de úgy látom, hogy rendben van.
Így van. Ugye a panelra szerencsére föl van iratozva minden polaritás. És akkor most ezt én becsatlakoztatom a órába. Ezt a csatlakozót, hát remélem, hogy sikerül ide benyomnom. Arra vigyázunk, hogy nagy rövid zárat csináljunk a csipesszel. Ide célszerű lenne egy ilyen valami másfajta csipesz, de nekem sajnos nincsen. Jó, megnézzük, jó, megpróbáljuk bekapcsolni az órát. Rajta van, hát nézzük meg, hát ha bekapcsol az óra. És hát úgy néz ki, hogy az óra maga működik. Tehát úgy néz ki, hogy elindult és bekapcsol az óra. Örülök. Ezt a csatlakozót most én pici forrasztópálkával meg fogom a műanyagot pöttyinteni. Összeolvasztom egy picit, hogy ne tudjon leugorni, mert eléggé trehány módon van ez a csatlakozó rajta így. Egy picit megolvasztom a műanyagot, hogy ne tudjon kiesni. Egyszerűen nem illeszkedik, nem ugyanaz a csatlakozó, de hál' Istennek úgy néz ki, hogy az óra maga működőképes lett. Tehát most tulajdonképpen már semmi más dolgom nincsen, csak a hátulalapot rárakom, meg rárakom nyilvánvalóan tölteni, de mint láttátok, körülbelül ennyiből tart maga egy okos órának az akkumulátor cseréje. A linkbe ide felrakom, hogy magát ilyen akkumulátort egyébként honnan lehet szerezni, tehát ha valakinek ugyanilyen óra problémája van, akkor ugye látszik, hogy azért ezeket még meg lehet javítani, tehát egy ilyen órát azért érdemes megcsinálni, mert úgy gondolom, hogy alapvetően ezen az órán elég sok minden van is, gyors is, sajnáltam volna ezt az órát azért kidobni, maga egyébként eléggé pofás maga a szerkezet, úgyhogy nagyon sokféle számlap van hozzá, tehát ilyen egész dizájnos számlapokat is be lehet állítani hozzá, tehát azt gondolom, hogy ezért ezt mindenféleképpen megérte. Jó, és körülbelül ennyi, nem is húzom tovább magát a videót, hiszen már az, hogy a hátlapot felrakja magára az órára, az már nem egy ördöngös mutatvány. Körülbelül ennyi. Fogok jönni rövidesen 3D nyomtatós videókkal is, mert már többen kértétek és már jelezték is, hogy van, akik ezt szeretnék látni. Igen, lesz 3D nyomtatásos, lesz retro számítógépes videó is. Van egy hosszadalmasabb projekt, már nagyon régóta szeretnék vele kijönni, de nagyon hosszadalmas az előkészülete maga annak a videó sorozatnak, majd meg fogjátok érteni, hogy miért, de remélem, hogy még sikerül ebbe az évbe kihoznom azt a videó sorozatot, mert valóban szeretném, és ez 3D nyomtatásos téma. Ebben a videóban én elköszönök, örülök, hogyha tetszett ez a videóm, és megnézted, ha van lehetőséget, támogassál. Ha nem, akkor sincs probléma, annak is örülök, hogy csak nézzétek a videómat. Ha tetszett, iratkozzál föl. Elköszönök tőletek, sziasztok!